Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ember. Magyar hangok. Bozai József, Szabó Ottó, Vitai András, Kocsis György, Jani Ildikó, Bartuc Attila, Hafner Anikó, Beregi Péter, Tahi József. Grafika Jean Barbeau. Írta és rendezte Albert Barillet. 9. rész, a Karolingok. A jól lakott római óriás alszik a római békében, és ami keleten megerősödik Bizánc hatalma, különböző népek özönlenek Európában. Gyerünk! A frankok, a gótok, a kelták, a normannok, brötonok, szvévek. Álljatok meg, nem mindenki egyszerre! Jó, most sorban! A vandálok, a vizigótok. Lassabban! Beszélhetek nekik! Róma nem ébred fel, nem verekszik. Inkább békét akar. Nézzünk át a Duna túlsó partjára. Ott van a hunok fészke. Félelmetes vezérük Attila. Gazdám, hódolattal küldik. Fogadd el. Nem ennyi a számla? Úgyis kirándulást akartam tenni Bizánc környékére. Miért nem inkább nyugat felé mégy, arra gazdagabb emberek laknak és védtelenek? A legvadabb, a legfélelmetesebb, a legkegyetlenebb hódító. Megérkeztek a hunok. Nesze! Na most! Haj, nesze! Itt a paripám, ez jó, itt az ellenmén! Nesze! Jaj, nekünk! A legnagyobb sorscsapás az adószedők. Átkozott adó, nem maradt semmink. Nézzétek! Támadás! Támadás! Vagyunk mi az? A hunok. Azt vidd erre! Új lakóhelyek, falva képül. Hey! Próbáld meg te is! Alig végeznek a munkával, látogatók érkeznek. A kegyetlen adószedők. Jönnek az adószedők! Már megint nem marad semmiük az embereknek. Nem tudom elhinni. Mi az? Mire vártok? Mozgás? Igen, a mesternek igaza van. Az egyetlen megoldás újra munkához látni. Senki sem akar harcolni a hanyatló Rómáért, amely nem tudta megvédeni őket, visszaélt a kiváltságaival.
pedig a keresztények egyenlőséget és testvériséget hirdettek. Újból elkezdődnek az idegenbetörések, Rómát kifosztják Alarik vandáljai, Hispániát és Akvitániát meghódítják az Eurik, a nyugati gótok. Ludwig egyesíti a frank törzseket, megalapítja a frank államot. Nyugaton a római birodalom meghalt. Nem kell sajnálnunk, mert az új urak gyorsan meggazdagodnak. A Ramsay templom túl kicsi, nem fér bele a 3000 frank harcos, aki parancsra jött ide megkeresztelkedni. 496. Ludwig az egyetlen nyugati katolikus király, támogatja az egyház, hatalma egyre erősödik. Törvényeket adnak ki a nép javára. Egy frank harcos megölése 200 szú. Gallo-román harcos megölése 100 szú. Terhes nő megfojtása 400 szú. Ez drága. Még? Nincs. Gyerünk. Férjes nő elrablása 100 szú. Egy harcos lábának levágása 100 szú. Kezének levágása ugyancsak 100 szú. Harcos orrának a levágása 100 szú. Harcos szemének a kiszúrása szintén 100 szú. Ha a kéz lógva marad, csak 63 szú. Levágott hüvelykúj 50 szú. Egyéb levágott új 35 szú. Koponya vagy has felhasítása 30 szú. Vérontás 15 szú. Ökölcsapás 9 szú. Végül férjes asszony csábítása 15 szú. Ludwig továbbra is úgy önkényeskedik, ahogy neki tetszik. Ez a váza az én zsákmányomhoz kerül. Többet akarsz? Legyen több darab a tied. Kis idővel később. Hát ez miféle ruha? Értem tiszta a harci bárdot! Emlékezz a szoászoni vázára, mondta később gyakran Ludwig, amikor diplomatikus módon kellett elintézni valami családi ügyet királyi unokaöccseivel vagy húgaival. Később utódai sem dolgoztak külön érvekkel. Mert a királyi ház erkölcsei nem szelídültek meg később sem. A szívem csak érted dobog. Igazán? Vagy mégsem. Többé nem lehet kétség. De hagyjuk a nemes királynak és nemes utódainak nemtelen tetteit. Egyhangú lenne a történet. Pillancsunk inkább kelet felé, ahonnan olyan hódító erő özönlik, amilyenre senki sem számított. Az iszlám. Poitiénál Martel Károly veri meg az arabokat. Martel Károly megmenti Európát az iszlámtól. Vigyázz, jönnek! Tudom, mit akarnak tőlünk. Azt mondták, jöjjünk ki az erdőbe. Jó egészséget! Jó egészséget nektek is! Egészségünk még jó volna, csak a dolgunk nem jó, mert a földesurunk kegyetlen és erőszakoskodik. Mi is így vagyunk. A mi gazdánk sem jobb, egy hajszállal sem. Mondjátok, semmire kellők, hova tűnt az erdőmből a sok vad? Végre itt vagytok. Te dagadt? Vágj abból a fából nagy deszkákat. Ebből nem lehet túl kicsi. Megcsinálod, ez parancs? Hát nincs igazam. Kicsi fából sose lehet nagy deszkát vágni. De igen, lehet. Szerintem se lehet. Ha? Téged nem kérdeztelek. Jó, de akkor sem lehet. Majd rendre tanítalak. Vigyétek ezt a szemtelen alakot. Vigyétek!
Ha úgy gondolod, készíts deszkát abból a fából. Az jobb lesz, ha? Az se különb. Hé, te ott! Ne csak piszkáld azt a földet, hanem termelj nekem gabonát rajta, mert velem gyűlik meg a bajod, hallod? Na, ezt már jobb nézni. Ahó! Jó, hogy elbújtattuk a vadakat. Mondd csak, az a szép föld, amit ott látok, a tiéd? Igen, az az én földem. Téged kiválasztottak, hogy a seregben szolgálj, mint katona. Most van a toborzás. Nagy tisztesség ez neked. Sok olyat ismerek, aki mindenét odaadná, csak katona lehessen. Értem én, mit akarsz. Felajánlom a földem negyed részét, ha nem leszek katona. Én minden földetet akarom. Felajánlom a harmadát. Nem? Meglátod, hogy beleegyezel. Jó napot! Adjon Isten! Jó egészséget kívánunk! Adjon Isten zarándokot! Neked is jó napot, kádármester! Adjon Isten! Persze megmondta, hogy kicsi lesz, de hát, ha sikerül húzni rajta. Adjon Isten, hogy vagy? Köszönöm jól, amit nem látjátok! Hát ezek szökött jobbágyok, akiket elfogtak. Itt az ősz. Megvolt az aratás és a szüret. Akinek földje volt, el kellett vinnie a földesúrnak járandóságát. Kellemetlen feladat, de nincs más választás. Nagyszerű! Rendben van. Igen. Szemre való. Jó, nagyon jó. Biztos voltam abban, hogy kicsik lesznek! Pedig próbáltam megnyújtani őket. Vezessétek el ezt a szemtelen alakot! Na, jól van, te is itt vagy. Remélem, hogy gondolkoztál a javaslatomon, he? Persze, hogy gondolkodott. Azon törte a fejét, milyen csoda menthetné meg ebből a helyzetből. Király rendkívüli küldöttei. Micsoda megtiszteltetés. Hé, püspök, már megérkeztünk. Mi ez a szamárság, ha? Na, miért vetted ki a kezemben? Úgy sem értesz belőle semmit sem. Na, leszállok. Én szállok le elsőnek. Én szállok le először, védtotyakos. Úgyis megölöm. Tiszteletnéd a koromat? És az én rangom nem számít? Te nem tiszteled az egyházat. A szokás szerint minden nemes vendéget megillett 40 kenyér, 3 mérő sör, egy malac, 3 tyúk, 15 tojás, 3 véka zab, és így tovább, és így tovább. Barátaim, királyunkat Nagy Károlyt képviselem. Kedves gróf, mielőtt igazságot szolgáltatsz a király nevében, szeretném neked ajándékozni ezt az aranyjal átszőtt fényes brokátot, mert arcod oly nagy bizalmat ébresz bennem. És az apró tárgyak az irántad érzett hűségemet jelképezik. Jól van, elfogadom, de csak azért, hogy örömet szerezzek. Kegyel is a vállán, nagyon jó ötletnek látszik. Az gazdálkodik a legrosszabbul. Egy árva kalász nem terem a földjén. De ha rossz a földem, nagy uram. 4 zsákkal több gabona. Mondom, hogy ez a disznó az enyém. Nem igaz, hanem az enyém. Mint ha ilyesmi már előfordult volna. Vágják ketté a disznót. Rendben van, vágjuk ketté. Inkább odaadom, csak ne öljük meg. Jól van, a disznó a tied.
Ezek sosem fogják megérteni, hogy miért. Nézd meg, mit csinált egy hatalmas fából. Nem egységesen rövid deszkákat. Már megbocsáss, a fa egész apró volt, alig nagyobb ennél. Nagyon rosszul dolgozol. Az okozott kárért 2 aranyat fizetsz az uradnak. Alig ha tudok, mert üres minden zsebem. Menj el és keresem magasabb fát. Nem engedem, hogy kiírtsák az erdőmet. Tessék, így nem vész egészen kárban. Adjátok ide azokat a kis deszkákat, megnézem, mit tudok csinálni. Mi? Így most már megfelel? A következőt! Ez boszorkány, meg kell égetni! Igazad van, égessék meg! Szó sem lehet róla, nem égetik meg! Na és ja, miért, és miért nem? Vagy pedig a tűzre rakom ezeket a deszkákat is. Az én deszkáimat, nem? De. Nem. De igen. De nem. De igen. De nem. De igen. De nem. De igen. Jöjjön a következő. Mégsem adom neked a földemet azért, hogy ne legyek katona, mert akkor miből élünk meg? Ez a törvény is, én azerint járok el. Tehát odaadod az összes földet. Csak a harmadát, így mondja a törvény. Álmodom vagy mi? Garantálom, hogy odaadja az összes földjét. Garantálom, hogy csak a harmadát. Szeretném látni azt a törvényt. Itt a törvény. Olvasd csak. Nem kell, nem tudok olvasni. Ne vondd magadra nagy Károly haragját, a földnek a harmadával is nagyon jól jársz. Baromcaidon annyi az ékszer, mint a flancos dámákon. Talán nem kellene ennyire keresniük a feltűnést. Gróf, összefrücsköli a bámulatos ruházatát. Tetszésemre volna, ha már is indulnánk a vadászatra. Megfelelő öltözéket öltenék magamra csak egy pillanat. Ebben a díszruhában nem tudunk elkísérni, felség. Azt mondottam, hogy már is. Hiszem, hogy a találmányommal elkészültem. Igen, igen, úgy van. Tökéleteset tökéletes. Olyan nevetségesen öltöznek. Még a nők sem öltöznek ilyen rikítóan. Uraim, páváskodó udvaroncokra semmi szükségem. Öltözzetek át azonnal úgy, ahogy frank lovagokhoz illik. De kis megfelség, állítom, hogy tökéletes. Ha a lovas kengyelt használ, egyszerűen legyőzhetetlen lesz. Mindig fent tud maradni a lovon. Eddig nem tudta megtámasztani magát, és gyakran leesett a ló hátáról. Hála a találmányomnak, ezután senki és semmi nem tud ellenállni a frank lovasoknak. Hey! Felség! Felség! Győzelem! A frank lovasság olyan biztosan ült a lovon, hogy még a félelmetes avarok sem tudtak ellenállni. Legyőztük őket! Ne fáradjatok azzal, hogy köszönetet mondtok! A zsákmány óriási! 15 szekér arany meg ezüst, drága kincsek, fegyverek, sejem, bársony! Az ellenséget szétvertük! Ürítsük kupáinkat a győzelemre! Ízleld meg ezt a bort! Mm-hmm.
Gyere ide! Énekmondó, kezdheted? Róla a lovag, fújd meg a kürtödet és Nagy Károly segítségünkre jön! Folytást! Nesze, olvasd te, én nem tudom folytatni. Segítségünkre jön. Folytasd hát! Folytatnám, felség, de az az akadálya, hogy nem tudok olvasni. Jót tenne neki, ha megtanulna olvasni. Mostantól kötelező a papoknak és a gyerekeknek iskolába járni, hogy megtanuljanak olvasni. Jó éjszakát, apám. Jó éjszakát. Aludj jól. Te is, gyermekem. Jó éjszakát. Na, olvassunk. A, B, C. Jó, számoljunk. Ez itt 2, meg 4, az 6. Áj, nem úgy van. 2... Á, soha nem fogom megtanulni! Peti most már nagy fiú lett, iskolába indul. A fővárosban tanul, ahol bölcsmesterek fogják nevelni. Á, gyere csak az iskolába! Á, ne ordíts annyi! Á, semmi bajod sem lesz attól, ha valami tudás ragad rá! Istenem, a végén még papot nevelnek belőle. Miért kell annyi zagyvaságot tanulnia, amikor szükség volna itthon a munkájára? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Három zsák az adó. Akkor mi miért dolgozunk? Jöjjön a következő! Hát ez micsoda? Abu Labbaz, a fehér elefánt, amelyet Harun al-Rashid, a hatalmas bagdadi kalifa küldött ajándékba barátjának, Nagy Károly császárnak. Biztosan jól érzed itt magad, de tanulni kell, lustáknak nincs hely köztünk. Nem értek semmit. Várj meg itt, fiacskám, a császár hivatott. Menj be! Nagy Károly mindennel törődik. Ezentúl olyan betűkkel írnak, amilyeneket mi is használunk. Arab számjegyeket vezetnek be. A láb a mai 30,5 centiméternek felel meg, ez Nagy Károly talpának a hossza. Egy font 20 szú, egy szú 12 dénár. Franciaországban így marad 1789-ig, Angliában 1971-ig. És ha mégis úgy van, hogy nem az forog, hogyha igen, persze végül is semmi sem igazolja, nézd, fiacskám! És ne feledjétek soha, az ember agya a tudásra törekszik. Figyelmedbe ajánlom a kis védencemet. Sok szerencsét kívánok. Felség. Álljanak erre az oldalra azok, akik nem tanultak úgy, ahogy kellett volna. A jobb oldalamra pedig az iskola legjobb tanulói. Ti csak a szórakozásra gondoltok, amikor a tanulásnak van itt az ideje. Titeket pedig segíteni foglak. Nagy Károly 814-ben, 72 éves korában meghal. Egyetlen fia és utóda, Jámbor Lajos szépségversenyt rendez a szomszédos országok hercegnői között, hogy feleséget találjon. A választás nehéz, mert minden leányzó elragadó. Itt az új Hamupipőke, illetve Miss Európa, a német Welf Judit. A birodalom gyorsan felbomlik. Nincs vaskezű császár, aki egyben tudná tartani. A főurak, főpapok, feudális hatalmasságok lesznek. Nagy Károly művéből halála után 30 évvel nem marad semmi. A műveltség, a keresztény erkölcs több mint 200 évre eltűnik.
A gyászos verdöni szerződés három részre osztja Európa első nagy egységes birodalmát. A három rész utódállamai hosszú ideig harcban is álltak egymással, de még 843-ban Szent Iván éjszakáján a vikingek elfoglalták Nantot. Magyar szöveg dr. Hásing Lajos, szerkesztő Kovács Katalin, hangmérnök Bán Péter, rendezőasszisztens Botár Ildikó, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Katócs Kati és Fehér Tamás, szinkronrendező Mauchner József. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Mikroszinkron műtermében készült.